Tanuljunk Istenőhöz tartozik ez a dolog is, ami a birtoklást illeti, a társ birtoklást. Hallottatok ilyet? Vagy ez egy új kifejezés? Ezzel sok probléma van. Mivel az ember a valóságnak, az egész valóságnak egy nagyon-nagyon szűk, véges szeletét ismeri, és ezzel a véges, korlátozott részével meg is van elégedve, és mivel nem a tágasban tud élni, ezért az ember ebben a szűk szeletben birtokolni akar. Mert az emberben benne van belül a tágasság, a minden. De ide be van szűkítve vele, és akkor ebből a szűkből akarja azt a belső tágasságot jól lakatni. Ezért aztán megpróbálunk mindent magunknak megszerezni, mert reméljük, hogy az beteljesít minket. És aztán úgy van az, hogy az egyik egyén akarja a másik egyént birtokolni. Közben észreveszi, hogy a másik egyén őt már rég birtokolja. Mihelyt elkezdte akarni birtokolni, már birtokolva is volt. Mert maga a birtoklási vágy által már a másik birtokolta őt. Ezt ki lehet jól használni. Aztán sokan vannak olyanok, akik azt akarják, hogy őket birtokolják. És amikor megtörténik, az szép és jó. De amikor rájönnek arra, hogy ők tulajdonképpen birtokok, és birtokolva érzik magukat, akkor harcba szállnak. Pedig ők akarták. A birtoklás mindig problémát szül. Ha spirituálisan okosak lennénk, akkor ebben a szűk szeletben, a nagy tortának a szűk szeletében, amiben élünk, akkor azt kérdeznénk, hogy ezzel a birtoklással hogy van? Létezik tulajdonképpen valaki, aki mindent birtokol? Aki a tulajdonos? És a válasz az, hogy igen. Létezik egy belső vezető, a világlélek, aki mindent birtokol, mert mindenben benne van, és mindent irányít. Ha pedig spirituális okosságomon megkérdezem, ha én ezt a belső vezetőhöz közel kerülnék, mondjuk, hogy kedvence lennék, vagy én őt birtokolnám, nem csak ő engem, hanem én tudomásul venném, hogy ő engem birtokol, és ezáltal a birtoklás viszonyunk kétoldali lenne, akkor tudnék én mindent és mindenkit birtokolni. És a válasz azoktól, akik ezt megtették, emberi lények, a válasz egyértelműen az, hogy igen. Vagyis létezik a birtoklásnak egy olyan formája, amely messze fölül van az emberi szintű. És messze fölötte áll az emberi tulajdon érzésnek. A spirituális szempontból ez a világ olyan, mint egy gyümölcsös kert. Itt is van gyümölcs, ott is van gyümölcs, mindenhol van egy kert, és tele finom-finom gyümölcsökkel. Most mi, emberek, azt tesszük, hogy beugrunk a kertbe, de
letörjük a kerítést, vagy átmászunk rajta, mert pont ott van egy szuper gyümölcs, amit el akarunk fogyasztani. És így behatolunk a világba mindenhova, és kipróbálunk minden fajtát, ami nekünk tetszik, amit mi megkívánunk. De mi kipróbálunk olyat is, és elveszünk olyat is, amelyet mások kívánnak. Mert ha más kívánja, akkor az értékes kell legyen. Akkor is, hogy nem kíván. Mert akkor más látja, hogy én már nekem van, és én tudom azt élvezni. Na most ezzel nekünk, ha nem is lesz tudatos a dolog bennünk, de felmerül bent, tudatalattiban mindig egy probléma. És a probléma egy félelem. Egy félelem, félelem, a víz, kell szeresd a vizet. A probléma egy félelem, mert vajon jó dolgot választottam? Vajon az az enyém? Vajon tiltott gyümölcsöt vettem el? Vajon ennek a végeredménye jó lesz, vagy nem lesz jó? Tehát a probléma az, hogy én nem megengedett módon nyúlok a dolgokhoz. Vagy legalábbis nem is tudom, hogy nyúljak a dolgokhoz. Van egy csomó kétségem. Akkor is, mikor kiválasztom a gyümölcsöt. Hogy mi nekem való, mi nem nekem való. És ezt előre mi nem tudjuk. Ha mi okosak lennénk, akkor mi megkeresnénk a kertnek a bejáratát. És a kertnek a bejáratánál ott van a tulajdonos, aki a kertet birtokolja, aki a kertet ültette, aki a gyümölcsögöt termeszti, vagyis ő a teremtője ennek a gyümölcsös kert. Ha én okos vagyok, akkor összehaverkedek a tulajjal. Kicsit hizelgek neki, vagy mit tudom mit, de összejövök, hogy kedveljen meg engem. Akkor megkedves, azt mondja, Gunogrőm, te bemehetsz. Ami neked tetszik, de én azt mondom, hogy az és az. Meg is mondja, hogy nekem mi a jó. Tehát, ha én a tulajdonoson keresztül jutok a dolgokhoz, aki megfelelő bölcsességgel rendelkezik, és a valóságnak nem a kis szeletét látja, hanem az egészet, akkor én nem kerülök olyan helyzetbe, hogy bennem legyenek félelmek, lelkiismeretfordulások, problémák, vagyis nem rakom, hogy szokták mondani, nem karmázok be ezzel a gyümölcs evéssel. Minden ember, akit birtokolni akarunk, és minden tárgy is, minden dolog, amit birtokolni akarunk, egy gyümölcs. A teremtménynek, a teremtésnek egy része. Az is minden, amit az emberek teremtenek, a teremtésnek egy része. Ha mi a tulajdonossal kezdenénk, és Istenhez fordulnánk, akkor Isten megmondja nekünk konkrétan és határozottan, hogy te azzal passzolsz. Nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy összeomlik minden, és az életedet egy olyanra építed, amit nem tudsz. Tehát ilyenre mi soha nem gondolunk. Mi miért nem gondolunk ilyenre? Mi nem gondolunk Istenre, mert
közel sem tud az értelmünkbe teret hódítani az az elképzelés, hogy Isten illetékes lehet az én párkeresésembe, az én telekkeresésembe, az én lakásválasztásomba, az én autóvásárlásomba, és mindenbe. Eszünkbe nem jutna, nem is gondolnánk mi arra, hogy van valaki, aki ezt mind tudja, hogy mi passzol nekünk, mi jó nekünk, hanem mi logikusan, értelmi lények, hát mi tudjuk, és azt én kell meghatározzam, és ki más, hanem én, mi neki ugrunk, és az szerint, ami másoknak tetszik, ami nekünk tetszik, ami értékesebb, ami elérjük, vagy nem érjük el, vagy lehet, hogy nem is érjük el, de mégis megtesszük erőszakkal, vagy akárhogy, belemegyünk. De ezáltal mi nagyon sok kompromisszumot kötünk. Ezek a kompromisszumok pedig legtöbbször hosszabbak, mint a takarunk. És ilyenkor mi bajba visszük magunkat. Nyugtalanok vagyunk vele, de erőltetjük, mert sürgősen kell mi birtokoljunk. Nálunk a birtoklás az egy mi mentő sziréna sebességű dolog, azt most, ma. Csoda, elvigyem, már bezárt a shopping központ, vagy center, vagy minek nevezik, már reggeli ki kell bírjam, már az is sok. Nem, hogy mi nem tudjuk a dolgot elengedni, és azt mondjuk, hé, lássam, hogy mi jön hozzá. Mert egy dolog garantált, amit te nem teszel meg, és Istenre bízol, azt Isten megteszi. Mikor? De Uram, mikor teszed meg? Hát amikor az ideje van, mondja ő. Mi azt mondjuk, az ideje az tegnap lesz. Ezzel pedig meg problémázzuk magunkat, és bajba jutunk. Ha mi tudjuk, és ha mi spirituálisan élünk, és elfogadjuk azt a tényt, hogy van egy lelkünk, pedig ha már spirituálisak vagyunk, akkor ez a minimum. Ezáltal tudjuk, hogy van egy személy, van egy valóság bennünk, itt bent, aki elérhető, aki ott van, akihez hozzá lehet jól jutni, akihez úgy lehet hozzájutni, hogy ellenállás nélkül, mert ő készen bennünk van. Ezért, ha én hozzáfordulok, tehát befele, most nem arról beszélünk, hogy milyen távoli dolgokról. Aki te vagy, aki a magasabb éned, a lelked, a te saját privát Istened. Ha befele fordul hozzá, ő, aki mindent tud. Ő azt is tudja rólad, amit holnap gondolni fogsz, nem amit gondoltál. Tehát, ha egy ilyent én, mint spirituális ember tudok, akkor nekem az első lépés az kéne legyen, bármit akarok tenni, hogy odaengedem a dolgot. Azt mondom, hogy legyen úgy, én most nem érzem, hogy van. Én eljöttem Bécsből decemberben, abba hagytam ott a rendelőmet, átadtam, és eljöttem Magyarországra. Azzal a szándéka, hogy itt majd csinálok egy kis rendelőt, nem kell annyit autózzak, mert én rengeteget járok előadásokra, és hogy nem mind rohanjak Bécs, Budapest, évi 60 ezer kilométert mentem, és ezzel a céllal ezt a lépést én megtettem. De én készültem rá egy fél évet, és mikor éreztem, nincs ellenállás, megtettem. De mikor a rendelőt akartam csinálni, kétségeim lettek. Azt mondtam, hát ha itt az értelem bekapcsolt, akkor én nem kell rendelőt csináljak. És én azóta nem tettem semmit. Múlt hónapban pedig rendelő. Na mondom, jó,
ha akarod, legyen. Én meg vagyok győződve arról, hogy nem jó, hogy mi akarjunk, hogy mi mindenképp birtokolni akarjunk. Ha ő akarja, az tökéletes lesz. Mert mi magunknak az a fő problémánk van, hogy mi magunk, saját magunkról nem tudjuk, hogy hogy állunk, és kik vagyunk, és hogy hol állunk. Most egy másik embert akarok én birtokolni, arról se tudok semmit, hogy hogy áll, hol áll, és egyáltalán ki. Mikor egy másik embert birtokolni akarok, akkor elképzelek róla minden tökéletes isteni tulajdonság. És én álmodom, de mi vagyok én? Én magam már csak egy hamis álom vagyok. Mert még magamot sem ismerem. Vágyaim miatt nem tudom, bent ki vagyok, mert nem ott kezdtem. A másikról, amit álmodom, az aztán pláne. Mikor a két álmot erőszakkal összehozom, akkor tudod, mi lesz belőle? Rémálom. Nem dupla álom, rémálom. És akkor rájövök, hoppá, amikor kezdem megismerni, rájövök, hogy ez az embernek sokkal több problémája van. Én tőle vártam a biztonságot, az erőt, a minden. Hát én kell neki adjak. Ez valahogy nem passzol össze azzal, amit álmodtam. Ezt mi nem tudjuk kikerülni mindaddig, ameddig a felületi vágyainkkal akarjuk. Mi ezt csak akkor tudjuk kikerülni, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, olyan dologgal. Most ez lehet egy dolog is, nem muszáj egy ember legyen. De az emberen jobban megértsük ezt az egész ügyet, mert ezt végigjátszották közülünk egy jó pár. De egyébben is ugyanez van. Jó, az most jó, akkor most oda kell venni, azt meg kell csinálni, aztán mégse kellett. Tehát ez nálunk csak akkor működhet, ha előre megbeszéljük a dolgot Istennel, a lelkünk. Ha befele fordulunk, mert tudjuk, hogy ő itt van, akkor mi nem használjuk őt. Mikor pedig megvan a rémálom, akkor azt mondjuk, hát ezt mit tetted velem? Mi voltál Isten ilyen kegyetlen? De mit csinált Isten? Semmit. És pont ez a baj, hogy ő semmit se csinált. Ő csak a szabad akaratodot engedte, amit ő neked adott. Te a szabad akaratodból mehetsz hozzá, de mehetsz egyedül is. És ez a szabad akarat szent és sérthetetlen. Ez a mi nagy esélyünk, és a mi nagy vesztünk. És buktatunk a szabad akaratunk. Mi a szabad akaratunkat nem jól használjuk. És felejtsük el a mindenhatót, a mindentudót, az isteni lényt, mindent. Gondoljunk Istenre, mint az üvegből kiszállt kis szellemre. Egy szolgára. Benned van egy szolga, aki alig várja, hogy téged szolgáljon. És olyan képességekkel rendelkezik, amelyeket te nem rendelkezel. És ezt a szolgát te kellene használd. Isten legmagasabb és felsőbb tulajdonsága, amivel az emberekhez beszél, és az embereket megközelíti, az alázatosság. Mit gondolsz, mi tűr el annyi disznóságot a lélek benned, és bennem, s mindjájunkban? Mert alázatos. De ő, mint alázatos lény, akar szolgálni. És ha te Isten szolgának veszed,
Képzeld el, nem, nincs valaki ember, egy ember sincs, aki ne akarna önmagában egy tökéletes szolgát. Egy olyan, aki megcsinál neki mindent. Megmond mindent, vezeti, és megmutatja, hogy ezt, azt, azt. És létre is hozza. És ez a szolga bennünk van. És próbáld meg Istent, mint szolgát megközelíteni. És nézd meg, hogy hogy tör ki belőled a hála. Tehát Isten nagyon szívesen játssza szerepét, mint szolga, csak hinned kell benne. Még van egy pár percünk, ha nem siettek. Akkor még hallgassatok meg egy pár bölcsességet, egyenes háttal ülve, meditatív állapotba. Ne gondolkozz, csak add át magad annak, amit hallasz. Ha te az emberiség fejlődését akarod, akkor minden előítéletedet le kell győznöd. Ha minden előítéletedet le tudod győzni, és le akarod győzni, akkor a gondolkodásod fel lesz rázva. A gondolkodásod fel lesz ébresztve, és a gondolkodásod teremtő erővé válik. Egyébként a gondolkodásod kimerül az állandó, folytonos ismétlésekben, és a gondolkodásod csak ismétlésekből áll, és még ráadásul azt is hiszi az értelmed, és te is, hogy ez az ő valódi, igazi tevékenység. Ha előítéleteidből kimentél, egy új értelemhez jutsz. Nem a mi feladatunk folytonosan mindig és mindig ismételni azt, amit már megtett az emberiség. Ez nem a mi feladatunk. A mi feladatunk abban áll, hogy megvalósítsunk valami újat, valami olyan mesteri szintekhez jussunk, amit eddig még meg sem álmodtak az emberek. Nekünk be kell csukni a hagyomány kapuját. Nekünk egy új értelemre van szükségünk. Ebben pedig az idő, a lélek és a világ a mi játszóterünk. A látomásunk, a reményünk és a teremtő képzelő erőnk pedig a mi súgóink, amik vezetnek. Az akaratunk, a gondolkodásunk és a munkánk pedig azok az eszközök, amelyek mindent megvalósítanak itt a Földön.
Isten nem csak gondolat. Isten csupa gyönyör is. Az ötletek, az erők, a létnek a formái, és az elvek is, mind csak üres vitorlák, hogyha nem Isten gyönyörének a szelével vannak tele. Ha Isten nem visszük bele az ötleteink, erőink, megvalósításaink és elveinkbe, akkor a hajó nem mozdul. A létnek a gyönyöre nem függ az időtől, nem ismer sem kezdetet, sem véget. Mert Isten csupán kilép egyik formából, és belép a másik formába. Miért őrzünk könnyeket szemeinkben, amikor tudjuk, hogy egyik a másik után mind elhagynak minket? Ne hívj, ne tarts vissza, menjen mindenki a maga útján, amikor csak akar. Az elválás pillanatába csak mond. Légy boldog, maradj boldog, növeld a boldogság virágot szívedben. Tudom, szomorúságom napjai véget érnek. Tudom, örömöm napjai véget érnek. Semmi sem állandó itt a földön. Ó világ, hagyj mindent elmenni, ami el akar menni. Kapjuk meg határtalan örömmel itt a földön, amit meg kell kapnunk. Mert a földi javak és teremtmények sajnos soha nem fognak követni minket. Ó, legfelsőbb Uram, ha valaha is, mint egy bolond, hátra nézek, bocsáss meg nekem. Ha valaha elalszom az úton, míg az örökké valóság útján járok, ó Uram, bocsáss meg nekem. Ó, magyarázó elme, a felszabadulás áradat soha nem lesz a tiéd. Ó, vágyakozó élet, a béketenger soha nem lesz a tiéd. Ó, törekvés elégedettség, a legfelsőbb Úr mindig a tiéd lesz.
mindenkinek eleget kell tennem. Ezért életem folyamatosan készülődik. Ó, Uram, Te soha semmit nem követelsz, ezért nem hagytam helyet Neked az életemben. Egy koldus rongyaiban jössz hozzám, a csendfényben megsemmisíted minden szenvedésem. Ó, jaj, mégsem tudom, hogy ki a valódi barátom, mivel nem tudom, ki a valódi barátom. Megpróbálok mindenkit elégedetté tenni, és ami még rosszabb, az ő saját módjukon teszem ezt.